Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgetünk itt az idősek otthon előtt, hiszen az egészségügyi dolgozók után elkezdődik itt is az oltás. Fontosnak tartja, erről már többször beszéltünk, hogy az idős korosztályt is megvédjük. Valóban a város védekezése egy újabb momentumához érkezett, egy lényeges momentumához, hiszen a szociális otthon mindkét telephelyén elkezdődik az oltás. Elsősorban azok számára, akik ugye kérték magát az oltást, és hál' Istennek nagyon sokan kérték. A másik pedig természetesen az, hogy akiket az orvos arra alkalmasnak ítélt, hogy meg is kaphatják az első körben jelenleg ezt a vakcinát. Fontos, hiszen a védekezésben a város összes polgára részt vett, és részt kellett, hogy vegyen, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy azokban az intézményekben, ahol gócpontok alakulhatnak ki, meg tudjuk gátolni a vírus terjedését. Hál' Istennek sikerült a szociális otthon mindkét telephelyén időben megfogni a vírus terjedését, bár bent volt az épületben, mint ahogy az egészségügyi intézmények is nagyon fontosak, és természetesen minden munkahely, oktatási intézmény is fontos ebből a védekezés szempontjából. Én szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, hiszen itt legfontosabb az együttműködésen és az együtt védekezésen túl az a türelem, amelyet mutatott a város lakossága. Úgyhogy valóban köszönöm szépen mindenkinek. Reméljük, hogy az oltással el fogjuk érni azt a várt hatást, hogy hamarosan, és reméljük, hogy ez minél hamarabb el fog jönni, lehet majd a szigorításokon egy picit oldani.